Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a mai kezdőkörben. Meccsek, gólok, sztorik. Ezzel a jelmondattal szervezték meg azt a jubileumi ünnepséget, amelyen Pásztor Józsefet, Vágási Sándort és Árgyalán Jánost, a Békés Csabai előre legendás labdarúgóit köszöntötték. A kezdeményezés ötletgazdája, Szarvas Péter, Békés Csaba polgármestere köszöntötte a szurkolókat, a futballkedvelőket, az előre korábbi és jelenlegi játékosait, valamint a jövő reménységeit, akik mind a Csabai Klub meghatározó egyéniségeit ünnepelték. Pásztor József 1978-ban a Népsport osztályzatai alapján az év játékosa lett. A csabaiak korábbi kiváló játékosa, későbbi edzője elárulta, a szezon felénél meg kellett műteni a vállát, az élete is veszélybe került. Decemberben meg kellett műteni, és hát nem úgy sikerült így utólag, ahogy szerették volna az orvosok is, mert benne hagytak egy tampon, és begyulladt az egész vállam, beállt klinikai halál, majdnem ott maradtam, de ilyen az élet, hogy utána rá egy fél évre én lettem az év játékosa. Szintén 40 évvel ezelőtt, 1978. december 2-án Vágási Sándor a Diósgyőrnek lőtt 5 góljával írta be magát a sporttörténelembe, amiért akkor az igen ritkának számító 10-es osztályzatot kapta az újságíróktól. A korábbi védő ezen a mérkőzésen csatárként szerepelt. Salamon Józsi nevezetű válogatott játékos, aki az ellenfélbe középhátvédet játszott, az elég veszélyesen szokott támadni, és akkor, hogy azt kellett figyeljem, és közben úgy sikerült, hogy az 5 gólt, hogy rúgtam. Árgyalán Jánost 25 évvel ezelőtt a Magyar Labdarúgó Szövetség választotta az év labdarúgójának. A csabaiak korábbi középpályása erről egy külföldi útról hazatérve egy taxistól értesült, és maga is meglepődött a hír hallatán. Szenzációs csapatunk volt abban az évben. Előző évben is szenzációs csapatunk volt, akkor azt hiszem csak ötödikek tudtunk lenni. 93-94 szezonban viszont megérdemeltük volna a bajnoki címet. Mindenki tudja szerintem az ország, vagy a mi csapatunk volt akkor a legjobb csapat Magyarországon. Ebből a csapatból nem volt nehéz jól játszani. Kitűnő edzővel, és még egyszer nem győzöm hangsúlyozni, azzal a közönséggel, aki itt volt, az minden meccsen egy gól plusz jelentett nekünk. A rendezvényen díszvendégként Kis László, a Vasas 33-szoros válogatott labdarúgója, és Détári Lajos, az utolsó magyar világklasszis játékos is köszöntötte a legendákat. A jelenkor labdarúgói a másodosztályú bajnokság rangadóját játszották a hétvégén a Gyirmót ellen. A Kórház utcai stadionban lejátszott derbin egyetlen gól döntött mindössze. Dobogósok csatája itt a Kórház utcában a labdarúgó MB2-ben, hiszen a harmadik helyezett Békés Csaba 1912 előre csapata a forduló előtt élen álló Gyirmót FC Győr gárdáját fogadja itt hazai pályán. Ezek alapján, az eredmények alapján jogos, hogy feljutásért léptek pályára a szezon kezdetén. Az első lövés Ribánszki, és bevédi, úgyhogy vezet a Gyirmót rögtön a mérkőzés elején. Ez nagyon gyorsan ment, meg is csúszott talán a vizes süvön ez a lövés, úgyhogy vezet a gyirmóti csapat. De most nem középre hajítja, hanem visszafelé. Jó a beadás, Urbin, és megvan az első csabai helyzet is, ott eltűnt egy hazai játékos, Urbin sodort a kapura, nem biztos, hogy így akarta tudatosan, de védett Rusák. Van labdaszerzés, igen. Ezzel lehet menni. Gránic. Jól tolja el. Szatmári. Az lőhelyzet a 16-os vonalra is mellé lövi. Ez már igazi helyzet volt itt a 11. percben. Most talán egy hosszú indítás lesz. Igen, Szélpál indítja el. Szatmárit. Az helyzet Szatmári csúnyán elrontja. Ez egyenlítési lehetőség volt. Bő negyed óra telt el. A 17. percben járunk. Az első védőig jutott el. Urbin, az úgy jó labda, nincs les, Szatmári, és a kapusba lövi. Aki pattanó, az pedig könnyedén Rusáki. Hát Szatmári egymaga megfordíthatta volna már ezt a mérkőzést. 31. perc. Hát egy gyors gyirmóti vezetőgól, Marek Strestik volt a szerzője, egy picit
szerencsés vendégtalált Ribánszkit, és meglepte ez a lövés, így szerzett vezetést a Gyirmót, és a félidő további részében a csabaiak mentek előre az egyenlítő gólért. Voltak is helyzetek, de a kapuban nem sikerült egyelőre legalábbis betalálni, úgyhogy a mérkőzés félidejében Békés Csaba Gyirmót 0-1. Szatmári, jó indítás, és a középreadás, ott a lecsorgó, Hursál, és felső léc, óriási helyzet volt. Kimarad ez a helyzet is az 50. percben, nagyon nagy egyenlítési lehetőség, a legnagyobb. És az pedig egy nagyon jó indítás, Viciannak kell parkodnia, a visszagurított labda, az helyzet, és lecsorog. Nagyszerű volt a blokk, Nagy Patrik volt lövő helyzetben, széles. Ribánszki kiüti a labdát, rossz helyre Ribánszki újabb bravúrja. Nagyon kellett ez a közbevetődés még. Elvégezték gyorsan a vendégek, Ribánszki maga elé üti, és aztán megvan a kipattanó. Újabb Gyirmóti lövés ezúttal. Heffler próbálkozott. Szarka. Nagy Patrik széles érkezik. És nagyon jó a beadás, a centerezés szöglet. A gólszerző stresztik a sarokban. Tovább csúsztatott labda. Az a vendégeké így és nem sokkal mellé. Nem volt veszélytelen a lövés, Ribánszkinak azért védést nem kellett bemutatnia. Nagy Patrik próbálkozott. Miszáros nem tudja elvinni, aztán Luscsikot viszi el Szarka. Lesz egy sárgalap is. Ha Szarkának jár a sárgalap, akkor az neki a második. Na hát ez most elég érdekes, akkor kikapta a lapot. Igen, Szarka második sárgalap, ő kiáll. Pilán. Pilán laposan középre, az nem rossz. Urbin még begyűjti. Urbin kapura teszi, Rusák védi maga biztosan. Több ismeretlenes az egyenlet, mindjárt megtudjuk. 84. perc. Szatmári erőből megoldja, és Rusák kivédi. Ez bravúr. Marad a 0-1. Megint egy sárga lap. És Hursán elindul lefelé. Ezek szerint neki már volt egy ilyen büntetése. Vicián. Vicián elveszíti a párharcot, aztán oda csúszott. És piros lapot kap Vicián. Hát egészen elképesztő. Bognár Tamás kicsit kicsúszott a kezéből a mérkőzés, és kicsit össze-vissza osztogatja a lapokat. Hát most ezt a csavaiakat sújtja inkább. Értékes másodperceket nyer megint csak a vendégcsapat. Présinger. Egy nagyon nagy keresztlabdát tesz oda a túloldalra, az helyzet, és megvan, talán Ribánszki ért bele, megvan a védés, marad az 1-0-ás állás, de hát ez a szöglet már csak a vendégeknek jó. Meg se tudjuk, hogy ki a játékvezető, hát ezen a mérkőzésen elég sokat emlegettük Bognár nevét. Még egy nagy lövés Ribánszkiról kipattan, és megfogja, Présinger volt helyzetben, marad az 1-0-ás vendégvezetés, óriási bravúr volt Ribánszkitól még itt a meccs végén. Még egy helyzet, és az úgy zicser lehet, ha bepasszolja a középre. Présinger alábök a labdának, és mellé rúgja. Óriási helyzet volt. Présinger is eldönthette volna ezt a meccset végleg, de hát én úgy gondolom, hogy ez már eldőlt. 9 emberrel fejezte be a meccset a házigazda, így nem sikerült a pontszerzés, a Gyirmót pedig továbbra is a tabella élén áll, és vezeti az MB2-es bajnokságot. A végeredménnyel búcsúzom, tehát még egyszer. Békés Csaba 1912 előre, Gyirmót FC Győr 0-1. Hát én úgy gondolom, hogy a célunkat elértük, hiszen azért jöttünk ide, hogy ezt a meccset megnyerjük, tovább erősítsük a pozíciónkat, és a céljaink felé minél jobban menjünk. Nyilvánvalóan voltak olyan periódusai az első félidőnek is, ami gyakorlatilag kiegyenlített játékot hozott, végig benne volt mind a két csapatnak a játékában a góratörés.
A kiállítás után már nem tudtunk igazából más csinálni, mint próbáltuk az eredményt megvédeni, és kontrajátékra rendezkedtünk be. Nagyon sok helyzetet kivettünk, és nagyon sok olyan lehetőségünk volt, ami tényleg óriási gólhelyzet, és az első félidőben szerintem a reális eredmény az körülbelül az, hogy 3 góllal jövünk be, úgyhogy pluszba vagyunk. Nyilván utána kiállítás után talán nehezebb lett a játék, meg akkor egy picit akadozott, mert nagyon betömörült a gyirmót, és ugye az egy fizikálisan nagyon erős csapatról van szó, és nagyon sok lehetőségünk akkor már nem volt, de azért 90 percből rengeteget ott voltunk az ellenfél kapujánál. Nyilván meghatároz egy ilyen gólt rögtön a 30. percben egy mérkőzés, de úgy gondolom, hogy talpra álltak bele a fiúk, abszolút, és bebizonyították azt, hogy azért tudunk támadni. Nem megcáfolták azt, hogy nem tudunk, mert ugye elhangzott ez, hogy mi sose támadunk. Tudunk támadni, és tudunk jól játszani, ezt ma is bebizonyították. Azt mondjuk nem értem, hogy miért kell egy kártyapartit rendezni egy meccsből. Egy olyan meccsből, ami szóval nem indokolja ezt. Minket azért szépen kipontoztak most a bajnokságból. És kedves nézőink, akkor láthattuk a hétvégi foci meccs összefoglalóját. Köszöntök a stúdióba két szakértőt, abszolút szakértője a labdarúgásnak, hiszen Raboszki András ül most itt a stúdiónkba, aki a játékvezető bizottságnak az elnöke, és Csonka Bence, aki maga meg MB2-es játékvezető. Köszöntelek benneteket. Egyikötök esetleg volt-e ezen a mérkőzésen? Igen, kint voltam a mérkőzésen, köszöntöm a 7.tv nézőit. MB2-es színvonalon egész jó mérkőzés volt. Sajnos az időjárás az kedvezőtlenül hatott a játékra, de egy küzdelmes jó mérkőzést láttunk. És elég sok sárga lapot van, egy piros lapot, úgyhogy volt dolga bőven ezen a mérkőzésen a játékvezetőknek. Nagyon fontos az, hogy nem csak csapatok vannak, hanem vannak azért játékvezetők is. Azért is hívtunk be most bennetek a stúdióba, hogy beszélgessünk egy kicsit erről. Mi a helyzet a Békés-megyei labdarúgó játékvezetők körében? Hogyan tevődik össze nálatok, illetve a Magyarországon a játékvezetői keret, és milyen lehetőségek vannak? Igen. Én a Békés-megyei játékvezető bizottságnak vagyok az elnöke. Jelen pillanatban 85 játékvezetőnk van. El kell, hogy mondjuk, hogy hál' Istennek úgy az infrastruktúra az utóbbi időben labdarúgásban is jelentősen korszerűsödött, nagyon jó lehetőségek vannak, akár most már a nézők számára is, és a játékosok számára is. A 85 játékvezetőnk sajnos úgy tűnik, hogy jelen helyzetben kevés. Szeretnénk ezt a létszámot bővíteni, többek közt azért is köszönjük szépen a meghívást, hogy elmondhatjuk azt, hogy szeretnénk a december 4-én induló toborzás után egy olyan 110-re felduzzasztani ezt a játékvezető létszámot. De azért büszkélkednünk is kell, el kell mondanunk, hogy a megyébe jelen pillanatban országos játékvezetők is vannak. Andó Szabó Sándor, aki ugye a Budapesten él, FIFA játékvezető, Iványi Zoltán profi játékvezető, NB1-es profi játékvezető, FIFA asszisztenseink Albert István és Búzás Balázs, azon kívül NB1-es asszisztens Vedovarszky János, Csatári Tibor, MB2-es játékvezetőnk Csonka Bence, Lovas László, Takes Tamás. Ezen kívül van két játékvezetőnk az országos MB3-as keretben és 4 asszisztensünk. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a megye megfelelő anyaggal rendelkezik országos szinten is. Én úgy gondolom, hogy a megyei játékvezetőink is megállják helyüket az egyébként jó színvonalú megy első osztályú bajnokságba, a küzdelmes megye másodosztályú bajnokságba, és a szintén küzdelmes megye harmadosztályú bajnokságba. Ezen kívül ifjúsági mérkőzések vannak, futszál mérkőzések, öreg fiúk mérkőzések, hát várjuk a játékvezetőket. A december 4-én induló tanfolyamon várjuk azokat a fiatalokat, azokat a tizenéveseket, akik szeretnének bekapcsolódni ebbe a játékvezető tevékenységbe. Itt el kell, hogy mondjam, hogy 20%-os kedvezményt adunk az árból.
a tanfolyam díjból. Várjuk nagyon azokat a labdarúgókat, 20 éves, esetleg 10 éves labdarúgókat, de várjuk azokat, akik már 30-at is betöltötték, akik megfelelő alappal és rutinnal rendelkeznek a labdarúgás terén, nyilván ezt tudják kamatoztatni játékvezetésbe. A Békés megyei igazgatóság kedvezményt biztosít a diákoknak, tanfolyamdíjból 20%-os kedvezményt, azon kívül a 20 év feletti igazolt labdarúgók számára szintén 20%-os kedvezményt, és ha elkezdik a játékvezetést, akkor a szerelés vásárlásba is besegít az igazgatóság. Köszönjük szépen, tulajdonképpen egy-két kérdésemet már meg is előzted. Bence, te most működő játékvezető vagy, és az MB2-es keret tagja és fiatalember. Mikor kezdted ezt a játékvezetést, és miért éppen ezt választottad? Köszönöm szépen. Én 2007-ben vizsgáztam, akkor 15 évesen. Nekem édesapám is akkor még aktív működő játékvezető volt, manapság az ellenőri keret tagja, járja a megyei pályákat. Fociztam annak idején, illetve jártam édesapámmal mérkőzésekre. Miután abba hagytam a focit, nem szerettem volna elszakadni ettől a közektől, és édesapám javasolta, hogy 15-öt betöltöttem, vizsgázzak le, próbáljam ki, és én azt tudom mondani, hogy aki ebbe a közegbe bekerül, sikerélményeket szerez, az tulajdonképpen megfertőződik az egésszel, és már el se tudnám képzelni az életemet, a mindennapjaimat a játékvezetés nélkül, hiszen mindig úgy építem fel egy hetemet, hogy az edzések is meglegyenek, illetve a meccsre való készülés a legjobban sikerüljön. A játékvezetés mellett tanultam, jelenleg is tanulok, második diplomámat próbálom megszerezni levelező tagozaton, emellett az MB2-es keret tagja vagyok, úgyhogy nem unatkozok. Szóval hogy kell elképzelnünk egyébként, milyen jellegű elfoglaltságot jelent ez, tehát milyen időközönként kapsz mondjuk mérkőzést? Hát ideális esetben minden héten. Az szokott változni, hogy milyen pozícióban működök egy mérkőzésen, vezetőjátékvezetőként, tartalékjátékvezetőként, illetve elmondhatom, hogy hál' Istennek már kipróbálhattam magam alapvonali asszisztensként az NB1-ben. Így ez forog, ez változik. Nyilván az a legjobb, hogyha az embert mérkőzést vezetni küldik, mert hát az az igazi megmérettetés. Savagos. Így van. Mi az a cél, amit el szeretnél élni? Gondolom, hogy azért van egy kitűzött cél. Természetesen én szeretném elérni a nemzetközi kerettagságot. Úgy gondolom, hogy eddig is szépen végigjártam a ranglétrát, megszereztem a megfelelő rutin tapasztalatot. Nyilván törekszem arra, hogy az MB2-es kerettagság után a közeljövőben az MB1-es kerettagságot is elérjem, és egy idő után pedig a nemzetközi kerettagságot is. Ugye valahol annak azért el kell dőlnie, hogy ki meddig és milyen tehetséges, ki meddig viheti. Nyilvánvalóan ez Bencénél is majd folyamatosan emelkedik a tét, és majd remélhetőleg minél később áll meg. Játékvezetőknél, látok labdarúgó játékvezetőknél. Mi dönthet? Mi az, ami nyilvánvaló, hogy vannak különbségek játékvezetők és játékvezetők között? Mitől függ az, hogy ki meddig viheti? Ha lehet így röviden erre válaszolni. Természetesen fizikai adottságok fontosak. A tűrőképesség, a lelki tényezők, az akarati tényezők nagyon-nagyon fontosak. És amit mindent, ezt is alázattal érdemes csinálni. Úgyhogy alázat nélkül nem megy. Tehát a Bencékre visszatérve, ezek az urak, akiket felsoroltam, ők bennük megvan. Megvannak azok a tulajdonságok. Még amit elfelejtettem elmondani az előzőekben, hölgy játékvezetőink is vannak. Most már 6 női játékvezetők van, színesítik a közösségünket. Jól beilleszkedtek, és elfogadják a játékvezetőink, és már vannak tehetségek, akik egy részük labdarúgóként, kispályán, nagypályán, női labdarúgásban vettek részt, másrészt szeretnének ők is játékvezetők lenni. Még el szeretném mondani, hogy a játékvezetőleszek.hu weboldalon lehet jelentkezni, és a hirdetésekben láttak kedves nézőink egy telefonszámot, ott is lehet jelentkezni.
Még egy picit működő játékvezetőhöz fordulok, túl sok időnk már nincs az adásidőnkhöz képest, de azért egy utolsó kérdés, ami engem elég érdekel, a játékvezetődnek a lélektanára szeretnék rákérdezni. Nyilvánvaló, hogy ugye nagyon sok jó ítélet után az ember bizonyos nemzetközi szintre is juthat, vagy akár az NB1-be is eljuthat, kinek hova vezet az útja. A nemzetközi mérkőzéseket nagyon sokan megnézik világszerte ugye a televízióban. Kassai Viktornak most az elmúlt időben volt egy olyan hibája, amitől hangos volt azért a média. Egy játékvezető ilyenkor hogyan tudja magát túltenni? Engem ez érdekel, mert azért ez nem lehet egy egyszerű történet. Igen, nyilván aki dolgozik, az hibázik, közhelyel élve. Nem egyszerű megemészteni egy-egy ilyen hibát, pláne ami nagyobb sajtó nyilvánosságot kap. Én azt mondom, meg az a filozófiám, hogy a következő mérkőzésen minél jobb teljesítmény nyújtani, és azt a negatív élményt, amiért a korábbiakban, az kijavítva sikerül túllendülni azon. Nyilván le kell vonni a következtetéseket, ki kell elemezni a hibákat, hogy miből adódott, hogyan lehetett volna ezt megelőzni, és utána helyén kell kezelni a kudarcot, és ugyanúgy, mint a sikert. Én köszönöm szépen, hogy befáradtatok a stúdióba, és válaszoltatok a kérdéseinkre, és sok sikert kívánok a bizottság munkájához, december 4-én és utána is, és neked pedig a pályafutásodhoz. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a meghívást. Kedves nézőink, most pedig következzen röplabda. Az előző hét közepén a Mevza kupában a csabai röplabdás hölgyek sajnos vereséget szenvedtek Szlovéniában, 3-0-ra kaptak ki, de aztán itt volt a javítás lehetősége az extra ligában, a haladás volt az ellenfél. Kétszer már Szombathelyen nyerni tudott a csabai gárda is, most adott a feladat, harmadszor is le kell győzni a zöld mezben pályára lépő vendégcsapatot, és ezúttal ugye Malcsányi a libero, ez sem meglepő, és Pekárik Eszter került be a kezdő csapatba, Medici és Bodnár bevetésre vár a kismadon, és lecsorog a labda, úgyhogy Mlinár szerzi az első pontot a mérkőzésen. Lucia Mlinár nyitással, a libero fogadta a másik oldalon, és az pedig kint van, jelzi Dunst Ferenc, úgyhogy 8-7, megint a csabaiak vannak előrébb egy ponttal, megint 2 pont a különbség, és Fábián érkezett vissza a nyitó helyre, ugye ő kezdte a mérkőzést. Azt megoldja, inkább saját játékosára volt dühös, hogy Fábián még blokkolhatott is. Ezt köszönte szépen a BRS-e, nem volt jó a fogadás. Mlinár pedig az ellenakcióból 6 pontra növeli a különbséget. Ez egy ejtett szerva volt, de Molcsányi tudta, hogy hová érkezik a labda. Egy szép védekezés, Pekárik és Fábián. Ezzel jut 7 darab játszmalabdához a csabai gárda. Játszmalabda, az még hárítva. Perovics, ezt már nem lehet hatással állítani, megvan. Az első szett a csabaiaknak. Magabiztos játékkal, 25-18. Többet csak fel a labdát is jöhetett a nyitás. És az egy újabb jó akció, megint kényszer. Ezúttal nem védekezésből, hanem szép támadás végén, 3-3. Fogadó játékkal vannak gondok, abból aztán tényleg nehéz jó előkészítéseket kínálni. Mlinár, óriási bomba, és ezzel már 10 pontos a különbség. Nem volt jó a feladás, Medics érdekes megoldással tette át a labdát, aztán egy jó védekezés a centertől. Malcsányi menti meg, és akkor Perovicsnak az előkészítés, és a befejezés, ezzel meg is van a második játszva. Nem kegyelmezett a BRS-e,
ebben a játék részben ellenfelének, és nagyon nagy magabiztossággal 25-11 és 2-0 az eredményjelzőn. Nem csoda, hogy kiütötte három szabad helyi pont egymás után most. Lembocki fogadott, meggyújt a baja ezzel. Minál csak átteszi. Egy jó védekezés megint. Ez most kellett már, nehogy elhiggyék a vendégek, hogy visszajöhetnek a meccsbe. 7-4. Fábián folytathatja. Az is jó nyitás volt. Az ejtés. Ebből lehet megint akciózni Glembocki. Szabó Péter játékvezető is megmutatta, hogy hogyan lehet ezt a játékot művelni. De hát őt nem igazolhatja le most a haladás, úgyhogy nincs vendégpont. 15-9. Minár folytatja. És hiába mutatja Kálmán, hogy hozzáért valaki. Nincs szabad helyi pont, úgyhogy 10 mérkőzés labdája van a csabai csapatnak. Könnyed siker lehet belőle. Szia Mlinár a nyitással, tehát már mérkőzés labdánál. Talpon a csabai szurkolók, és Badovics Hanna szerzi az utolsó csabai pontot ezen a mérkőzésen. Ő is feliratkozik a jegyzőkönyvbe, tehát ilyen módon is. 25-14 a harmadik játszma. Megvan a visszatérés és egy győztes mérkőzésen is. Hogyan érezted magad a pályán? Milyen volt újra végre a pályán is ott lenni a lányok között? Kevés edzés van a hátam mögött, szóval egy picit meglepett, hogy pályára kerültem, de már én ezt nagyon vártam, illetve azért is kezdtem bele talán kicsit korábban is az edzésekben, mert nagyon szeretem volna újra a pályán lenni. Úgy gondolom, hogy azért ezt magabiztosan nyertük, ezt a mai mérkőzést, szóval nem volt szükség semmi olyan megterhelő mozdulatra, különösen a részemről, ami esetleg kockázatos lett volna, szóval ezért is örültem, hogy ezért egy olyan magabiztos előny idejében álltam be a pályára, amikor tulajdonképpen nem volt nagy teher a csapatom. November elején Olaszországban rendezték meg a FitKid Európa-bajnokságot, amelyen részt vettek az Eurofit DSE versenyzői is. A többnapos versenyen eredményesen szerepeltek a Békés Csabai lányok, mind egyéni, mind csapatszámokban. Már itthon gyakorolnak azok a versenyzők, akik dobogós helyezéssel tértek haza az olaszországi kontinens viadalról. Az EB-re készülés, hát nagyon nehéz volt, igazából nagyon-nagyon izgult mindenki, és ez az edzéseken is érződött azért, hogy tényleg mindenki izgult, nem volt olyan felszabadult mindenki, de viszont EB után, ahogy ez lement, nagyon jó volt a hangulat, igazából örültünk is, meg igazából ráébredtünk, hogy mi az, amiben változtatni kéne lehet egy kicsit, de így is szerintem nagyon jó eredményeket hoztunk. Az egyéni versenyszámban a legjobb eredményt Csabai Vivien hozhatta haza, ugyanis korcsoportjában a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Egy héten 5 edzésem van, plusz 2 magánedzésem, és ezt a gyakorlatot egy éve kezdtem el gyakorolni. Az egyéni eredmények mellett a Csabai klub a csapatszámokban is jól szerepelt. A csapat egyik edzője elmondta, a legtöbben már óvodáskorban elkezdik ezt a sportágat, ami torna és táncelemekből áll össze. Ezek a produkciók már több mint egy éve elkészültek, ezek folyamatosan gyakorlás alatt vannak, ezekkel a gyakorlatokkal a gyerekek versenyeznek. Edzéseken pedig a gyerekek a bemelegítés után ilyen lazasági elemeket, erőelemeket, ugrásokat végeznek, majd gyakorlatrészeket hajtunk végre, valamint egészben csinálják a gyakorlatokat zenére, és ezeket javítjuk. Hajtman Erika hozzátette, versenyzői nagyon sokat készültek, aminek meg is lett az eredménye. A másodosztályú férfi kézilabda bajnokságban az orosházi hölgyek 34-33-ra legyőzték a kispestieket, míg a férfi csapat esélyeshez méltó játékkal 8 góllal múlta felül a török szentmiklósi Székács csapatát. A Békés Drén KC együttese a Nyíregyházát fogadta, szintén hazai közönség előtt.
Jelenleg a vendég nyíregyháziak a bajnoki tabella 9. helyén 6 megszerzett ponttal. A miénk pedig a bajnoki tabella második helyén 6 győzelemmel és 2 vereséggel. Bátki mégis Bátki eladja. És Gubó Alex elől marad, és Gubó Alex szerzi meg a mérkőzés első gólját. És Bátki Patrikot szúrja le. Pap Bálint, hogy eladjuk a labdát. Nem állunk meg, és ebből Gubó Alex dob egy gyors gólt. Olá! Olá, még ez szép! Olá, gyönyörűen! Szenzációsan csinálta ezt most Olá Gábor. És mégis ő szerzi az első békési gólt. Morva, és a labda megint nem a miénk. De Hajdú visszaszerzi! Ez szép, Székely, és egyenlítünk! Olá! Hajdú, és ez most ment van. Hajdú Péter szerzi meg a békési csapat 6. találatát. Ezzel egy gólra zárkózunk. És jön vissza Gubó Alex. És Gubó Alex lő egy gólt. Sajnos a védekezésünk sincs rendben. És Kádas László mond most ilyen jó szót Pap Bálintnak. Olá, gyönyörűen! És Olá Gábor szerezett gyönyörű gólt. Ezzel egyenlítünk 8-8 a mérkőzés állása. Olá, Hajdú, ez gyönyörű, és Hajdú Péter be is dobja. Hajdú Péter 4. találata, 15 másodperc alatt gólra váltottuk az ember előnyünket. Kurbej, Szűcs, ezt megfogja Borbély, de nem tudunk indulni, 5 másodperc passzolni kellene, és Hajdú mellé lövi. Ez az első félidő vége. Békés Nyíregyháza 10-11. Tehát az első egyelőre a szélsőink 0 góllal, bár nem is sok kísérletük volt, talán egy sem. Gubó, és a bejátszás Bor, be is dobja a Bor már első találata. Gubó, Szűcs, újra Gubó. Gubó, és beleblokkolunk, de bemegy a labda Hajdú Péter kezéről. Csorog, pattog, vánszorog a kapuba. Gubó Alex ezzel az 5. góljával a mezőn legeredményesebbje. 13-13. Martonosi. Ez jó. Fedor! Fedor! Ott az első szélső gól, amit hiányoltam. Fedor Bence a szerzője. Martonosi. És a játékvezető azt mutatja, hogy ez sok volt. Gubó, és ez is bent van, 2-vel vezet a Nyíregyháza. Kurbej. És a labdát megszerzi Hajdú Péter! Hajdú Zitzerben! És Hajdú egyenlít! Olá bedobja! Olá Gábor 6. találata! Ismét vezetünk, és emberelőnyben vagyunk. 18-17. Kurbej, Varga, és Pajkó ezt is fogja, és ezt is! Ho-ho! Pajkó László! 2 másodpercen belül 2 zicsert fog meg! Zicser, kis, gól! Extra teljesítmény most a békési csapattól! Jó, és a labda a miénk. Hajdú, Morva, na gyerünk Zoli! Morva! 22-20! Vége a mérkőzésnek. 22-20-ra nyerünk egy nagyon nehéz mérkőzést meg. A végéhez közeledik a Kórház utcai stadion egyik lelátójának felújítása. A tervek szerint 2019. januárjában fejezik be a lelátó burkolását, és elhelyezik majd a tetőszerkezetet, ezt követően kezdődhetnek a különböző engedélyek megszerzései. Az új lelátó 2 korszerű, egy hazai és egy vendégöltözővel, valamint kondicionáló teremmel, szaunával és jacuzzival várja majd a sportolókat. És nagyon várjuk azt, hogy tényleg 21. századi körülmények között tudjunk mi is készülni, ami a modern kornak megfelel.
Plusz ugye nyilván sokkal több olyan kiszolgáló helységünk lesz, és sok olyan plusz dolog lesz az új lelátóban, ami számunkra tényleg a napi munkát is meg fogja könnyíteni. És mondhatom a srácok nevében is, hogy nagyon, nagyon szeretnénk azt, hogyha már el tudnánk foglalni az új bázisunkat. Jelenleg a villanyszerelési munkálatok zajlanak az épületben. Számos helyiségben már befejeződött a padló burkolása, kialakították a vizes blokkokat és öltözőket, valamint elhelyezték az épületben a kazánokat is. Tervek szerint valamikor januárra befejeződik a lelátónak a burkolása, illetve a tetőszerkezet elhelyezése, és utána ráhúzzák a pontybát, ugye ez egy ilyen graboplaszt pontyba lesz, és azt követően pedig a belső részt is teljesen befejezik. Kozma János továbbá elmondta azt is, hogy a másik lelátó bontását csak azután kezdik meg, miután a jelenlegi munkálatok befejeződtek, és a szurkolók is birtokba vehették az új lelátót. Ennyi fért bele a mai sportmagazinunkba, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!